Üdvözlök mindenkit a Semmelweis Egyetem Junior Akadémiáján, melyet a Karpál-Frónius Ödön tehetséggondozó program keretében hoztunk el nektek. A második évad utolsó előadásában egy ortopédiai témát járunk körül, az ízületi sportsérülésekről és azok megelőzéséről fogtok hallani. Lássuk az előadást! Üdvözlök mindenkit! Dr. Sallai Imre vagyok a Semmelweis Egyetem ortopédiai klinikájáról. A mai előadásomban a fiatalkori vállsérülésekről, a válficamokról fogunk beszélni. A válficamok előfordulása az Amerikai Egyesült Államokban 2012 és 2021 között 100 000 főre vetítve 24 volt. Ez csak is az új válficamokat jelenti, a visszatérő válficamokról nem esik szó. Ez, hogyha a magyar lakosságra vetítjük le, akkor évente körülbelül 2400-2500 új válficammal találkozunk. Gyakoribb ez a sérülés a serdülő 15-20 éves korosztályban, férfiaknál, küzdő vagy kontaktsportot végző embereknél, illetve a fejfölötti dobósportolóknál. Ahhoz, hogy megértsük a vállizületi ficamokat, ahhoz először a vállizület anatómiáját érdemes áttekinteni, első körben a csontos struktúrát, amikor a felkarcsontnak a feje és a lapockacsontnak az ízületi vápát adó, úgynevezett glenoid felszíne látható, és már itt látható az, hogy az ízületi fej, tehát a felkarcsontnak a feje, az ízületi vápa méreténél jelentősen nagyobb. Ezt a méretbeli különbséget egy porcos gyűrű fogja megpróbálni kompenzálni, de már látni fogjuk a későbbi diákon azt, hogy ez jelentős méretbeli különbséget jelent. Minden ízületet, így a vállízületet is, ízületi tok vesz körül, és ez is felelős az ízület stabilitásáért, amit egyébként három különböző kiegészítő szalag stabilizál a vállizület körül. Ezek az úgynevezett statikus stabilizátorok. A dinamikus stabilizátorok, az izmok, amiket rotátorköpenynek nevezünk, amik mozgás közben próbálják centrálisan tartani a felkarcsont fejét az ízületi vápában. A felkarcsont feje és a glenoid vápa közti méret aránytalanság magyarázza azt a fajta mozgásszabadságot, amit a vállizület a hétköznapi életben el tud látni, de igazából ez is az oka a sérülékenységének és annak, hogy meglehetősen gyakran, a többi ízülethez képest gyakran tud ficamodni. Egy híres válsebész egyszer azt mondta, hogy ismerve a vállizületnek a konstrukcióját, nem az a különleges, hogy kificamodik a váll, hanem az, hogy a helyén marad a hétköznapi életben, illetve a sportokban. A vállsebészetben és a képalkotásban is különböző nézeteket használunk ahhoz, hogy jobban megértsük a különböző ízületeknek, illetve testtájaknak a mechanikáját, a biomechanikáját, a mozgásait és a felépítéseit. Most váltsunk nézőpontot, és tekintsünk madártávlatból felülről rá egy ember jobb vállára. Itt, hogyha megnézzük, akkor az ember az orrával lefelé néz, vagy hát előrefelé néz, és ez a kék karika mutatja nekünk a vállizületét, amire fölülről tekintünk rá. Ezen a képen egy picit jobban látszik már, hogy hogy is áll az ember, és egy másik kiegészítő rajzal pedig az látszik, hogy hogyan is néz ki fölülről a vállizületben a felkarcsont feje és a lapockacsontnak a vállizületi vápa része tulajdonképpen. Ezt kinagyítva azt látjuk, hogy bár nem méretarányos az ábra, tehát a lapockacsontnak az ízületi vápája az itt jelen pillanatban nagyobb, mint a felkarcsontnak a feje, de ez igazából a későbbiekben úgyis helyre kerül, és más ábrázolást fog kapni, de egyébként jobban látszik itt ezen a képen
a lágy rész struktúra, ez a sötétkékkel jelzett glenoid labrum, ami egy felületnövelő terület, illetve az ízületi tok, ami világos kékkel van ábrázolva. Ezen a röntgen felvételen, ami ugyanezt a nézetet képezi le, mint ami a rajzon van, itt már láthatóak a valós méretarányok, és látható az is, hogy milyen kicsi a vápa a fejhez képest. Az orvostudományban nagyon sokszor alkalmazunk hétköznapi példákat azért, hogy megértsük azt, hogy, és könnyebben el tudjuk képzelni azt, hogy hogyan is nézhet ki ez a valóságban. És erre, hogyha nagyon sokáig nézzük ezt az ábrát, akkor egy olyan kép vetülhet a szemünk elé, mint amikor a golflabda helyezkedik el azon a pici tartón, amit a kezdőütésnél lehelyeznek a golfozók. Hogyha rárajzoljuk a röntgen felvételre, akkor látjuk, hogy azért nem ennyire durva és nem ennyire rossz a helyzet, mert azért egy picivel nagyobb ez a glenoid felszín, ez a csontos vápa felszín, de egyébként a hasonlata szerintem tökéletes ilyen szempontból. Ezen a videón azt látszik, hogy milyen szépen tud mozogni a felkarcsontnak a feje az ízületi vápában, úgy, hogy a körülötte lévő rotátor köpenyinak azok centralizálják, tehát középre húzzák be ezt a labdát, és így tudja ellátni magát a forgó és egyéb mozgásait. Az ízületi ficam definíció szerint azt jelenti, hogy az ízületi fej elhagyja az ízületi vápát, és tartósan ott is marad, és annak visszaugrásához, vagy visszasegítéséhez külső erő, vagy külső segítség szükséges. A középső videón látható, hogy a vállizületben a felkarcsont feje az, ami elhagyja az ízületi vápát, és megtámaszkodik az ízületi vápa előső peremén. Ez az esetek 90%-ában az előső és a lefelé irányba történik. A maradék 10%-ban általában hátra vagy egyéb extrém irányokba történhet. Mi is a mechanizmusa a vállizületi ficamoknak? Hogyan is alakulnak ki? Ezt egy baseball játékosnak az akcióján nagyon jól láthatjuk, hogy általában egy előső ficamot úgy szenved el a játékos vagy egy hétköznapi ember, hogy a fej fölé emelte, előre nyújtott állapotban a kart, vagy a kart egy hátrafeszítő erő, vagy a vállat egy előre nyomó erő kibillenti a megfelelő helyéről. Ugyanez látható az amerikai focisoknál is, amikor még egy fizikai kontakt is ráadódik erre az előre nyújtott és a kart hátrafelé, vagy a vállat előre felé feszítő erőre. A rögbi az amerikai focihoz hasonlóan a labdáért előre nyúló mozdulatok és a fizikai kontaktus miatt hasonlóan veszélyes a vállizületre. A jobb oldali videón pedig látható a súlyemelő, akik a fejük fölött jelentős súlyokat mozgatnak meg, és ilyenkor a vállizületre ható erők, hogyha egy picit is instabilan rögzítik a vállukat, jelentős károkat tudnak okozni. Itt jegyezném meg azt, hogy pont a 15-20 éves korosztályban fordul elő az, amikor a csapatsportok mellett már a hobbi sportok, a testépítés, a konditermi erősítések is szóba jönnek, és ilyenkor a várható erők, a fej fölötti akár szabad súlyok megmozgatása jelentős veszélyeket jelenthetnek a vállizület szempontjából. Klasszikus, és mindenki szereti végezni azt a gyakorlatot, amikor a fekvenyomópadon a rúddal fekvenyomunk, de a túlságosan hátra engedett karok és előre feszített vállizület nagy súllyal szintén jelentős vállizületi károsodásokat tud okozni hosszú távon.
Köztudott, hogy a kézilabda egy olyan, bocsánat a kifejezésért, vágyilkos sportág, amikor a megtámasztott, vagy a lövőkart megtámasztva a váll hátra feszülhet. Sokan egyébként azt gondolják, hogy már önmagában ez is egy nagyon veszélyes mozdulat, de amikor a lövő játékos befejezi a lövő mozdulatot, lefeszül vagy visszafelé feszül a karja, illetve a talajt eléri és ott tompít, akkor is rengeteg válsérülés szokott történni. Egy epikus mozdulatsor a 2018-as BL döntőből, amikor a Liverpool játékosát, Mohamed Salahot, Sergio Ramos egy ilyen judo mozdulattal a földre terítette, és láthatjuk itt a jobb felső képen, amikor maga alá gyűrt karral Salah a földre érkezik, és már azt is láthatjuk, hogy a csapatorvosi tím felkötött karral kíséri le a játékost a fűről, akit azonnal le kellett cserélni a válsérülése miatt. Hogyha a sérülés megtörténik, annak az első ellátása általában sürgősségi ellátó helyen történik, ez lehet traumatológia, vagy sürgősségi betegellátó osztály. Ott általában az első diagnosztika az egy minimum kétirányú röntgenfelvételnek az elvégzése. A bal oldalon a normál röntgenfelvételen azt látjuk, hogy a sárga vonalak egymással szemben állnak, és a felkarcsontnak a feje az izületi vápával szembenéz. Míg a jobb oldali képen pedig azt látjuk, hogy a sárga vonallal a piros vonal az nem találkozik, tehát az kívül helyezkedik el az izületi zónán, ez egy előső válficamot mutat ez az ábra. Hogyha már tudjuk, hogy megtörtént az előső válficam, és azt is tudjuk, hogy nem társul hozzá semmiféle egyéb csontos sérülés, bármilyen felkarcsont egyéb részének a törése, akkor ezt a ficamot általában éber állapotban, ahogy ez a videón is látszik, egy kiegészítő hevedert a beteg hóna alatt átvezetve egy asszisztens fölfelé húzza a beteg hónalját, míg a manővert végző orvos pedig a kart lefelé húzva, kifelé forgatva az izomerő ellen dolgozik. Ez azonnal nem hatásos, ez a mozdulat általában, hanem amikor a beteg izmai fáradnak, és a koncentrációja nem arra fordul, hogy a vállát próbálja védeni, akkor egy hirtelen pillanatban, vagy egy pillanatban a váll visszaugrik a helyére. Abban az esetben, hogyha nagyon izmosak a körülmények, vagy a beteg jelentős fájdalmat él meg, és ezért nagyon erős az ellenfeszítés, akkor ezt a manővert éber állapotban nem lehet elvégezni, hanem altatásban kell majd ezt megcsinálni. Egy általános vélekedés, hogy nem az a baj, hogy ficamodik a vállizület, hanem az is baj, hogy a ficam közben az előre sodródó felkarcsont feje, az magát a porcos felületnövelő labrumot, illetve az izületi vápának a csontos részét, azt lesodorja magával, a legtöbb esetben leszakítja, de időnként le is töri a csontos izületi vápát. Ez a középső felvételen jól látszik, hogy miért baj az, hogyha letöri az előső peremet, mert akkor, mint a golflabda is, már nem fog megállni normálisan a tartó felületen, hanem mindig egy kisebb mozdulatra is elkezd előrefelé kificamodni a vállizület, és ez már a hétköznapi életben is egy jelentős korlátozást okoz majd a beteg életében. Továbbá nem csak az a baj, hogyha a ficam során a lágyrész és a csontos sérülés előfordul, hanem az, hogy a 20 év alatt elszenvedett válficamoknak tanulmányfüggő, de általában a 70-95%-a 1-2 éven belül ismét előfordul.
egy már a sérüléshez számított sokkal kisebb erőbehatásra, és akkor is ugyanígy, mint ahogy az előző vagy az első alkalommal, ugyanígy történik a lágyrész, a csontos, illetve a porcos sérüléseknek a továbbhaladása, a növekedése, ami a további stabilitást jelentősen befolyásolja. És ezen sajnos a konzervatív kezelés sem segít, nem javít és nem csökkenti az újra ficamodás lehetőségét. Ekkor viszont már műtéti kezelésben érdemes gondolkozni. Kétfajta műtéti típust ismerünk ennek a válficamnak az ellátására. Abban az esetben, hogyha csak a lágyrész rögzítő köpeny szakad le, akkor minimál invazív beavatkozással, úgynevezett artroszkópos beavatkozással a leszakadt úgynevezett labroligamentózus komplex, ami annyit tesz, hogy a porcos gyűrű és a kiegészítő szalagok, amiket az első dián mutattam, azok visszaöltésre kerülnek egy kötőjel három fonal horgony segítségével a kiindulási helyükre. Abban az esetben, hogyha nem csak porcos és lágyrész sérülés történik, hanem az ízületi vápának, ennek a tányérnak a csontos része is letörik, akkor már nem elég a lágyrész műtét, hanem kiegészítő csontos beavatkozásra is szükség van. Ekkor egy dinamikus csontos stabilizálás történik, egy másik anatómiás helyről történik a csontnak az elvétele, és egy új pozícióba történik annak az átrögzítése. Itt ezen az alsó képen pedig az látszik, hogy a műtét után 3 hónappal, egy ilyen műtét után teljes mozgástartománnyal tud mozogni a műtéten átesett beteg. Köszönöm a figyelmet! Üdvözlök minden kedves hallgatót! Én dr. Szatmári Attila vagyok, a Semmelweis Egyetem Ortopédia Klinika ortopéd traumatológus szakorvosa. Ezúton is szeretném megköszönni a Kárpáti Junior Akadémiának, hogy a térdizületi sportsérülések jelentősége az ortopédiában című előadásomat megtarthatom. Munkám során nagyon sok fiatal, aktív életet élő vagy élsportoló beteggel találkozom, aki térdizületi sérülésen átesett. Ezek közül kiemelt jelentőségű az előső keresztszalag szakadás, melynek gyakorisága csak az Egyesült Államokban több mint 400 ezer rekonstrukciós műtétet jelent évente. Ez a szám nem tükrözi teljesen az összes előső keresztszalag sérült beteg számát, hiszen ahogy későbbiekben az előadásomból látni fogjátok, nem minden előső keresztszalag sérülést kell megoperálni. Kiknél tud előfordulni leggyakrabban előső keresztszalag sérülés? Nagyon gyakran látjuk fiatal sportolóknál, elsősorban kontaktsportolóknál, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, rögbi vagy amerikai futballsportolóknál, illetve teljesítménysportoknál, atlétika vagy síelőknél. Nézzük meg, hogy is néz ki a térdizület anatómiája. A térdizület anatómiájában 4 nagyon fontos szalag és összeköttetés szerepel, 2 az izületi tokon kívül helyezkedik el, a belső és a külső oldal szalag, 2 pedig az izületi tokon belül. A keresztszalagok, melyek egymás keresztezve futnak a térdizület közepében, a combcsont és a sípcsont között. Na de lássuk, mik az előső keresztszalag tulajdonsága és feladatai. A combcsontot és a sípcsontot köti össze, ezáltal stabilitást biztosít. Megakadályozza a sípcsont előrecsúszását a combcsonthoz képest, illetve a sípcsont forgó mozgását. Ezen kívül még stabilitást biztosít a térd oldalirányú elmozdulásával szemben. Ez egy rendkívül erős, 2200 newton erőhatásnak ellenálló szallag. Lássuk, hogyan sérülhet, milyen mozdulatok kapcsán sérül leggyakrabban az előső keresztszalag. Általában hajlított térnél, 90 fokos hajlításban, amikor a legfeszesebb ez az anatómiai képlet, akkor tud elszakadni. 90 fokos hajlításnál és rotációs, forgó mozdulatnál a legsérülékenyebb. Mik a tünetei egy ilyen sérülésnek? Általában egy hirtelen jelentkező erős, mély ízületi fájdalmat éreznek a páciensek, ami pár perc elteltével egy erős térdúzzanattal párosul. Ez a térdúzzanat azért jön létre, mert az előső keresztszalag közepén egy verőér ellátás van, aminek a sérülése következtében egy nagyfokú ízületi bevérzés alakul ki. Az ízületi bevérzés miatti duzzanat egy beszűkült mozgástartományt fog eredményezni, ami hetekkel a duzzanat lemente után instabilitásba torkolhat. Fizikális vizsgálat során 2 speciális tesztet tudjuk
megállapítani, hogy az előső keresztszalagnak a stabilitása sérült. Az egyik ilyen teszt az előső asztalfiók teszt, mely során a páciensnek a térdét 90 fokba behajlítjuk, a sípcsontját és a lábát rögzítjük, majd a kezeinkkel megpróbáljuk előre húzni a sípcsontot a combcsonthoz képest. Hogyha ebben a pozícióban előre tudjuk emelni a sípcsontot, és ízületi lazaságot érzünk, akkor alapos a gyanú egy előső keresztszalag sérülésre. A másik teszt, az úgynevezett Lachmann teszt, amikor az előső asztalfiók teszthez hasonlóan, nem 90 fokban, hanem 20 fokos behajlított térben megpróbáljuk előre húzni a sípcsontot. Hogyha ilyenkor lazaságot és előre húzhatóságot érzünk, akkor pozitív a fizikális vizsgálatunk. Hogyha megvan a gyanunk a fizikális vizsgálat és a kórelőzmény alapján az előső keresztszalag sérülésre, képalkotó vizsgálatokat szoktunk kérni. Ennek a sérülésnek a gold standard vizsgáló módszere az mágneses rezonanciás vizsgálat, az MRI vizsgálat, melyen nagyon jól ábrázolható az előső keresztszalag sérülés. A baloldali képen látható egy egészséges előső keresztszalag, aminek a rostjai végigkövethetőek, homogén fekete színűek ábrázolódnak az MRI képeken. A jobb oldalon egy sérült páciens térde, az előső keresztszalag rostjai eltűntek, fölrostozódtak, elhomályosodtak, inhomogén szürkés színű képet mutatnak. Előső keresztszalag sérüléshez gyakran társsérülések is kapcsolódnak. Az egyik ilyen társsérülés az Unhappy triád nevet kapta, azért mert három fontos anatómiai struktúra együttes sérüléséről van szó. Ilyenkor együtt sérül a belső oldalszalag, a belső gyűrűsporc és az előső keresztszalag. Ez egy kifejezetten súlyos térdsérülés, ami a legtöbb esetben műtéti ellátást igényel. Ha eljutottunk a diagnózisig, akkor következhet a kezelés. Na de minden előső keresztszalag szakadást meg kell operáljunk? Természetesen nem. Nagyon sok mindentől, nagyon sok tényezőtől függ a kezelésnek a menete. Értékelnünk kell, hogy egy átlagos aktivitású vagy egy sportoló emberről beszélünk. Értékelnünk kell az életkorát, van-e valamilyen társsérülés esetlegesen, illetve van-e korábbi porckopásról előzményünk. Amennyiben egy fiatal, aktívan sportoló vagy akár élsportoló betegről beszélünk, akkor nagy valószínűséggel műtéti kezelést fogunk választani. Azonban, hogyha egy 50 év fölötti átlagos aktivitású betegről beszélünk, akkor jó eséllyel konzervatív kezelés is megfelelő eredményt fog eredményezni. Miből áll a konzervatív kezelés? Elsősorban külső rögzítéssel szoktuk limitálni a mozgástartományt, és korai gyógytornával, fizioterápiával próbáljuk gyorsítani a szöveti regenerációt és a szöveti gyulladás csökkentést. Ezután combizom erősítést és izülethelyzetérzékelést fejlesztő gyógytornát végzünk 3 hónapig. Az izülethelyzetérzékelés egy beleszületett reflexes visszajelzés a központi idegrendszerünknek arról, hogy az izületeink milyen pozícióban állnak. Lássuk a műtéti kezelést. A szakadt előső keresztszalag rostjai általában nem egy színben, hanem minden egyes rost külön-külön, különböző magasságban felrostozódva szakad el, ezért ezeket a szöveteket egyesíteni már nem tudjuk. A szalag pótlására, rekonstrukciójára van szükség. Sajátin használjuk pótláshoz. 2 különböző eljárás terjedt el az ortopédiában erre a módszerre, aminek az eredményei mai napig megegyezőek, és nincs konszenzus abban, hogy melyik eljárást preferáljuk. Mi a cél a műtét során? Célunk az, hogy anatómiailag rekonstruáljuk az előső keresztszalagot, stabilitást érjünk el a térdizületben, mindez minimális szöveti roncsolásra járó technika segítségével, általában izületi tükrözés segítségével. Az egyik ilyen technika a hamstring in, a hamstring graft használata. A hamstring egy viszonylag jelentéktelen combhajlító izomnak az ina, amit eltávolítva mindenféle következmény nélkül fel tudunk használni az előső keresztszalag pótlásához. Ez az in körülbelül 4-szer olyan hosszú, mint az előső keresztszalag. Ahhoz, hogy megfelelő vastagságú legyen ez az in, 2-szer félbehajtjuk, így 4-szer olyan vastagságú graftot fogunk kapni, amit be tudunk ültetni, és tudjuk pótolni az előső keresztszalagot. A műtét során a korábban elszakadt, felrostozódott előső keresztszalag rostokat eltávolítjuk, és az anatómiai tapadási pontjaikhoz csontfuratokat készítünk. Ezekbe a csontfuratokba fogjuk behelyezni az előkészített graftot, ami most már 4-szer olyan vastag, mint az eredeti combhajlító izomina.
Miután behelyeztük a megfelelő pontokon ezt a graftot, akkor a csonthoz felszívódó csavarokkal tudjuk rögzíteni. A felső képen a bal oldalon látható egy ilyen beültetésre váró előkészített graft. A baloldali alsó képeken pedig az izületi tükrözés során látott képet, a bal oldalon egy felrostozódott szakadt előső keresztszalagot láthatunk, a jobb oldalon pedig egy pótolt, jó pozícióban beültetett graftot. A jobb oldali képen látjuk azt, hogy milyen technikai felkészültségre van szükség egy ilyen műtét elvégzéséhez, és hogy milyen minimális szöveti roncsolással és minimális feltárással jár maga a műtét. A másik technika a BTB graft, a BTB in használata, ami egy angol mozaik szóból ered, a bone, tendon, bone szóból, ami azt jelenti, hogy csont, in és csont graft, ugyanis ezt a graftot a patella inból nyerjük, és a patella innak a két csontos tapadásával a végeken megtartva egy megfelelő vastagságú, erős graftot nyerünk. Ennek a technológiának annyi hátránya van a hamstring innas pótláshoz képest, hogy a graft vételénél sokkal nagyobb feltárást kell alkalmazzunk, és a térd előső részén egy nagyjából 4-5 cm-es vágást kell ejtenünk. A in végén látható csontos struktúrákat ék alakúra faragjuk, pont azért, hogy a csontfuratokba ezek az ék alakú dugók jól megszoruljanak és beilleszkedjenek. Jobb oldali képen látható egy előkészített beültetésre váró BTB graft, a bal oldalon pedig látható, hogyan nyerjük ezt a graftot. Ahogy mondani szoktuk, a sikeres műtét csupán csak fél siker a teljes gyógyuláshoz vezető úton. Ugyanilyen fontos az utókezelés és a rehabilitáció a műtétet követően. A rehabilitáció egy nagyon fontos és nagyon hosszú folyamat. Külső rögzítő viselésével biztosítjuk azt, hogy a térdizület ne tudjon teljes tartományban mozogni, és ne legyen graftfeszülés a műtétet követően. Továbbá részleges tehermentesítés is szükséges, amit járási segédeszközök segítségével, legfőképpen könyökmankóval tudunk elérni. A posztoperatív rehabilitáció célja továbbá az izületi helyzetérzés fejlesztése, illetve az ezt követően kialakult sérülés megelőző fejlesztő gyógytorna. Azt látnunk kell, hogy a teljes gyógyulás 6-9 hónapig tart, és az élsporthoz való visszatérés legalább 9 hónap szokott lenni. Mint minden műtétes beavatkozásnak, az előső keresztszalagpótlásnak is vannak komplikációi. A leggyakoribb szövődményünk az ismételt szalagszakadás, ami 2-20%-ban tud előfordulni irodalmi adatok alapján. Annak ellenére, hogy a beültetett graft erősebb, mint egy anatómiai előső keresztszalag, az idő folytán, mivel ezeknek a graftoknak rendes vérellátása már nincsen, a szöveti tápanyagellátás kizárólag az üzleti folyadékból diffúzió útján kapják, ezért a szövetek belsejében szövetelhalás fog bekövetkezni, így a graft az idő során gyengülni fog. Ennek következtében a szalagszakadás ismételt előjötte előfordulhat sajnos. Mint minden beavatkozásnak, ennek a technikának is van bizonyos számban fertőzéses szövődménye. A BTB technikánál nagyon gyakran látunk előső térdfájdalmat, illetve viszonylag ritkán, de előfordul térdkalácstörés, illetve térdkalácsi inszakadás is. Egyéni alkati probléma lehet a hegesedés és a posztoperatív mozgásbeszűkülés, melyen a gyógytorna sem tud érdemben segíteni. A keresztszalagpótolt betegeknél néhány év elteltével korai porckopással is számolhatunk. Összességében elmondhatjuk, hogy ezek a beavatkozások jó eredménnyel, nagy sikerrel alkalmazhatóak előső térdszalagszakadás után, és nagyban hozzájárultak a fiatal sportolók és a fiatal aktív életet élő betegek gyógyulásához. Nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmeteket! Köszönjük, hogy velünk tartottatok a második évadban. A Junior Akadémia előadás sorozata hamarosan folytatódik. Érdekes témákkal és nagyszerű előadókkal várunk benneteket. Találkozunk a harmadik évadban!